Hangos muzsika szó töltötte be a szekszárdi Szent István teret, ahol kicsik és nagyok, szülők és nagyszülők várták a Mikulást. A Babics Kulturális Központ adventi forgatagának ez volt talán az eddigi leglátogatottabb estje. Egymást váltották a színpadon a fellépők, különböző stílusok keveredtek, és a lényeg az volt, hogy lekössék a gyerekek figyelmét, amíg meg nem érkezik az est igazi főszereplője, a fehér szakálló. A gyerekek nagyon élvezik, mi is mozgunk egy kicsit. Össze kell jönni adventkor egy kicsit egymással hát, lenni. Valóban ez így van. Igaz, Pajti? Barátok. Sok ismerőse találkozunk, akivel már rég nem találkoztunk. Kicsit hosszú volt a koncert, egy kicsit nehéz volt már a gyerek a vállamba, de szerencsére nincs olyan hideg. Szükség van arra, hogy ilyen rendezvények legyenek? Abszolút. Gyerekeknek erre igénye és szüksége is van, tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen ez nagyon fontos, úgyhogy örülünk neki, hogy van idén is, és hogy itt lehetünk. Van az az életkor, ameddig mindenképpen, tehát amíg ők várják a csodát, amíg ők várják a varázslatot, a különlegességet, én azt gondolom, hogy addig ezt mindenképp meg kell nekik adni, amíg ez szükséges. Külön nagyon jó a szervezés, köszönjük szépen! Imádják, tehát haza nem akarnak menni, elég nagy a tömeg, és annak ellenére is szeretnék megvárni, hogy oda mássanak a télapóhoz. Tehát... Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt a hagyományt megőrizzük. Ahogy szokás, a hívogató énekszóra meg is érkezett a Mikulás, hogy elfoglalja helyét a számára kialakított sátorban, hogy aztán, aki akart, közös fényképet készíthessen vele. Nagy volt a népszerűsége ezen az esten is, számos kívánságot hallgathatott meg. A sugárja, jég a cipője, leng a szakálla. Hogy Berlinger Attilának, a Babics Kulturális Központ igazgatójának kívánságai között ott volt-e, hogy ilyen hangulatos este legyen az adventi forgatagban, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy elégedetten szemlélte a történéseket. Hát a Mikulásvárásnál azt hiszem nincs nagyobb öröm a gyerekeknek és a szülőknek, családoknak. Akit kint jár most a Szent István téren ebbe az adventi forgatagba, az egy nagyon gyönyörűen feldíszített teret lát maga előtt, kiváló műsorokat, nagyon jó programokat. Most is éppen a csurgózenekar szórakoztatja kisebbeket, nagyobbakat, és legnagyobb örömünkre nap mint nap szépen növekszik a látogatottság, folyamatosan egyre többen látogatják a programokat, úgyhogy úgy gondolom, már most kimondhatjuk, hogy egy jó ötlet volt ebben az évben itt megtartani ezen a területen az adventi programokat, hiszen egy nagyon szép, bensőséges, családi, gyönyörűen feldíszített terület várja az ide látogatókat. A váltás a Béla térről a Szent István térre nem rázta meg a szekszárdi közönséget. A Béla Király tér az egy gyönyörű főtere a városnak, nem is kérdés, viszont itt egy kicsit talán otthonosabb, talán meghittebbé lehet varázsolni ezekkel a fényekkel és a díszekkel. Öröm volt nézni ezt a sok száz szülőt, gyermekeket a város minden részéből, errefelé jönnek óvodákból, iskolákból. Folyamatosan mondjuk, hogy a legnagyobb nehézségek ellenére is, legyen az Covid, legyen az energiaválság, van, amikor nem a pénz számít, hanem pusztán az a fajta közös gondolkodás, az adventi időszakban a várakozás, a szeretetbe való hit, a közösségi érzés hatványozottan érezhető. Ez ennek az évnek ilyen szempontból talán a legfontosabb szakasza, amikor az egyedülálló emberek, az elesettek, a nagycsaládosok és sok-sok olyan réteg, aki nem biztos, hogy megengedheti magának, hogy nagyon gazdag ajándékkal kedveskedjen a másiknak, de ha olyan programokat, olyan műsorokat kap, ahol ő is önfeledten átérezheti ennek az egész várakozásnak nagyszerű érzését, akkor azt hiszem teljesítettük a feladatunkat. Az összefogás több ponton is jelentkezik az adventi programsorozatban, hiszen a Babics Kulturális Központ mellett a Mentálhigiénés Műhely és a 7100 a Városod Egyesület is kivette részét a lebonyolításban.
Ezen a napon csatlakozott a szervezőkhöz a Szekszárdi Sportközpont is, a Mikulás futás megszervezésével, aminek hosszú hagyománya van a városban, majd egy évtizede annak, hogy a legsportosabbak futnak egyet. Nem pont azért, hogy ajándékot kapjanak, sokkal inkább az egészségük megóvása, meg a társaság kedvéért. Az adventi programsorozat várhatóan sok kellemes, vagy éppen felemelő pillanatot ígér, hiszen a város civil művészeti csoportja is sorra adják majd a következő napokban koncertjeiket a Művészetek Házában. Így mindenki megtalálhatja a maga ízlésének megfelelőt karácsony beköszöntéig.